Vésők, élezők, kések, Horisek Ferenc minden fontosabb eszközt magával vitt a csemői Ladányi Mihály általános iskolába. A fafaragó mestert azért hívták meg az intézménybe, hogy a gyerekek megismerkedjenek életével és alkotásaival. Ezt a jeles napot összekötjük a mi jubileumi évünk sorozatával, ugyanis idén 40 éves az iskolánk, és jeles mestereket hívtunk meg eddig az adventi időszakban, akik bemutatták a szakmájukat. És ez a két esemény úgy kapcsolódik össze, hogy Feri bácsi egyben egy jeles szakmabeli is, és a Magyar Kultúra napja alkalmából egy jeles alkotó és fafaragó művész. Az intézményben két terem falait is alkotásai díszítik. Híres írókról, költőkről és matematikusokról, valamint fizikusokról készített plakettjei láthatóak az iskolában. A beszélgetős délutánon a gyerekek érdeklődve figyelték a fafaragó mestert, miközben életéről és első alkotásáról mesélt. A szüleim mesélték, hogy volt egy bátyám, még csecsemő korában meghalt, Sándorkának hívták. Elhatároztam, hogy a Sándorkának csinálok egy síremléket. A temetőbe már akkor divatja volt ezeknek a márvány szobroknak, meg ilyen kereszteknek, nem csak fából voltak. És volt olyan, hogy volt egy kis barokkos kereszt, és a közepébe egy ilyen lehajtott fejű Krisztus. Az megtetszett. Egyetlen vésővel, és úgy találtam vala egy olyan pici kis kalapácsszerű, de az egyik fele hegyes volt, a másik éles. Ezzel csináltam. Nemrég unokájával járt a temetőben, és még mindig ott van első alkotása, a síremlék. De beszélt a különböző fák rajzolatáról is. Amíg a domborfaragásnál előny a rajzolat, addig a szoborfaragásnál hátrány elviszi a figurát. Hát ha gyerekeknek mutatom, hogy ezen például itt felőlem látszanak a rajzok, mert diófa. A Királyzsiga díjas fafaragó 1937-ben született Pázmándon. Rajzolási készsége hamar megmutatkozott. Faipari technikumban tanult, majd Brassóban a Faipari Egyetemen faipari mérnök végzettséget szerzett. Szabad idejében kezdett szoborfaragással foglalkozni. Szobraiban megjelennek falusi gyermekkorának szereplői, emberek, állatok, különböző tevékenységek. Tudását pedig mindig szívesen adja át a fiataloknak. Majd ha mentek a múzeumba, ott van egy pázmándi menyeske.